Miskolcon tárgyalják az avasi fészekrakó ügyet, a debreceni ítélőtábla ugyanis elutasította az összeférhetetlenség vélelmét. Mint arról korábban beszámoltunk, a megyében 278 főt vádoltak meg, többek között azzal, hogy hamis iratokkal jutottak szociálpolitikai támogatáshoz. Az elkövetők a közreműködő banknak 750 millió, a magyar államnak pedig további 170 millió forint kárt okoztak. A büntető per május 22-én kezdődik a miskolci törvényszéken.